Az elmúlt évtizedekben több kiállításnak is otthont adott a Művelődési és Sportház galériája, de ez az első, amelyen maga az intézmény mutatkozik be. A falakon elhelyezett fotók az építéstől az 1963-as átadáson keresztül a legemlékezetesebb rendezvényekig tekintik át az elmúlt 50 évet. 2000 esztendős a város, úgyhogy ebből egy 40-ed rész csupán ez az 50 év, de jelenti a Szavária táncversenyeket, jelenti a röplabda tornákat, a fiatal koromnak nagy eseményei voltak, és akkor ezekkel a dolgokkal lett Szombathely Magyarország hírű, országos hírű, vagy talán országon kívüli európai hírű. 1963-ban az MSH nagyméretű színpadával, a zenekari árokkal és 1300 fős nézőterével az ország egyik legkorszerűbb sport- és közművelődési központjának számított, ahol művészeti csoportok egész sora lelt otthonra. Innen indult a Fúvós zenekar és a Szavária Big Band. Itt próbált az Erkel kórus, a Ferrum színpad és a Lord, de sokáig ez volt az otthona az Ungareszkának is. 17 évig ide kötődött a tevékenységünk, és tulajdonképpen az Ungareszkának a legjelentősebb időszaka volt, amikor tulajdonképpen bejártuk Ázsiától kezdve Európán keresztül, és minden évben sikerült több alkalommal is megtölteni a sportházat. A szombathelyi közönség is szívébe zárta az épületet. Egy-egy színházi előadás, gyermekrendezvény vagy koncert sokak számára emlékezetes maradt. Általános iskolában, még mikor a Kodály Zoltán itt járt Szombathelyen, akkor a kórusban énekeltem én is, és az azóta is nagyon szép emlék. Aztán meg, mint tornász, többször szerepeltünk bemutatókon itt. A jubileum alkalmából a polgármester és a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte az intézményt, amely a következő másfél évben teljesen megújul. 2015-től ugyanez a sportház átépítve, felújítva, új közösségi terekkel kibővítve egy új igényrendszert fog kielégíteni és egyben ki is alakítani, hiszen teljes korosztályi vertikumot célozunk meg a gyermek ifjúsági korosztályon keresztül egészen a nyugdíjas korosztályig. A kiállítás megnyitó után jubileumi gálaműsor vette kezdetét, amelyen helyi együttesek adtak ízelítőt a város sokszínű kulturális kínálatából.